holdfény alatt. Romantikus. Lenne, hogy valaki itt épp valami orális kalandba keveredne velem. Jó, elektrikus blokk. Hideg lesz, nem itt a megész úton. Hiba. Dehidratáció, nagy hiba. Gyönyörű szép főre sakon. Fény is megvan hozzá. A belsési szög is csodafény. És a szélcsend is ezen a részen. Illetve pont annyi szél, hogy fodrozza a vizet. Hát ez már fotós téma. Ugyan klisé és gigy, de hát szép. Ups, ez csúszik. Ismerem ezt a nedves fát. Na most csiszta, amit te elmagam.
láttátok már, nem mi? Szép, mi? Jó volt, mi? Sokkot kaptatok azért. Hát igen, ez ilyen szép. Azt képest, hogy nyáron milyen elhanyagolt volt nagy gazzal nyár végén, azt képest, hogy nagyon szépen gondozott. Mindenhol lenyírták a gazt, a füvet, de hát ez gaz, ez ilyen vadfű. Én mondjuk ezt szeretem, ez természetes. Kimegyek itt, mert itt pont szembe megyek ezzel a piros bokorral, már csak az egyik van meg darabja. Ugye ő már teljesen kopár. Nézzük a fősort. Villagyt. Ez egy nagy nyuszi. De gyorsan megy. Láttál? Nagyon pici ez a... Minden pici, mert nagy a látószög. Egy hatalmas vadnyúl volt. Először azt hittem, hogy őz. Majdnem egy német juhász, egy olyan kis német juhász méretű volt. Ezért talán látszik majd a videón.